Azt hiszem, Hufi Gézet nem kell bemutatnom senkinek, vagy te mégis, hiszen... Hát azért, biztos, ami biztos. Lezajlott egy rendszerváltás, egy politikai rendszerváltás, ami persze... Ezt miből gondolod? Mindenhol ezt mondják. Szóval van egyfajta szöveg, ahol azt mondják, hogy most rendszerváltás történt. Igen. Nem történt semmi. Én a műsoromat féltettem, hogy még én, amikor a múlt rendszerben lettem beteg, és az intenzíven ugye gondolkodtam, hogy most akkor ezt ki kell hagyni, újat kell csinálni. Visszajöttem, meggyógyultam, csinálom. Egy szót nem kell kihagyni. Minden ugyanaz, pont annyi a hülye, csak nem pártitkárnak hívják, hanem képviselőnek, vagy polgármesternek. Sajnos. Ja, és még azért valami változott. Most már van ingyen konyha is. Például karácsonykor vendégeket hívhatsz a múzeum kertben. Szóval igen, új rendszer. Akkor elég volt egy pártot, ha úgy tetszik, vagy politikai gyülekezetet szídni, vagy az ellen ágálni, most meg azért több ellen kell, azért ez mégiscsak egy nehezebb feladat. Egy ez. Igen? Egy ez, hogy a televíziónál nem menjünk messzebbre. Van az MDF, meg vannak mellette a kullancsok, és egy Antal úr levelet ír, hogy akkor most a rádió hogy legyen. Hát mi köze neki ahhoz? Hát úgy érzi, hogy van köze. Tehát egy pártrendszer. Igen, végül is. A rendezőnk még a riport előtt mondta nekem, hogy hajlandó eljönni riportot adni nekünk, de csak abban az esetben, hogyha nem hivatásos riporter faggatja, hanem egy amatőr. Bennem fölmerült, hogy ez esetleg azért van, mert egy amatőrnek a támadásait könnyebb visszaverni, vagy ha tiltott vizekre evezne, akkor könnyebb. Nem a támadástól félek, hát az a foglalkozásom. És eddig, aki megpróbálta, hát 2-3 kérdésnél nem bírta tovább. Hála jó Istennek, ez a műfajom. Nem azért, én a tulajdonképpen fondorlattal azért vállaltam ezt el, ezt a riportot, mert 35 évvel később mégiscsak bekerültem a főiskolára. Akkor hiába próbálkoztam, és most... Já, akkor tulajdonképpen a Básti Lajoséknek köszönhetjük. Igen, a Básti az mindig felvett, a Simon Zsuzsa mindig kirúgott, úgyhogy szívembe is zártam. Igen, akkor végül is a Simon Zsuzsának köszönhetjük, hogy most itt üdvözölhetjük. És bocsáss meg, visszatérve erre a amatőr és profi riporterek témára. Igen, igen, rosszindulatúak eleve, olyan kérdéseket tesznek fel, amiben nincs pláne. Csak úgy, első kérdés, hogy mennyit keres. Hát nem tudsz mit kérdezni, nem készültél fel. Szóval ez egyfajta olyan hozzáállás volt a részemről, hogy ha egymás közt vagyunk, akkor ez sokkal őszintébb. Uh-huh. Na most ebből azt is ki lehet hámozni, hogy ez a sajtóval nincs jó viszonyban most sem, de hát ahogy én olvasgattam, azelőtt sem volt különösebben jó viszonyban a sajtóval. Nem a sajtót mondanám. Vannak a kutyák, akiket írtani kell, és vannak az újságírók, akik értik a fogat, mert mindenhol így van. A profi az profi. A könyvet olvasta, ami most ilyen nagy port kavart fel? Sejtettem egyébként, hogy ahogy magamban egy képet kialakítottam önről, hogy de a tartalmáról azért csak tud valamit. Hát persze, tudok, igen. Egyszerű pénzkeresés. Igen, a könyvet nem akarom minősíteni, mert ezt mondjuk hagyjuk. De felsorol bizonyos tényeket, amiket hát ha nem tud, akkor így azért nehéz erről beszélgetni. Csomó olyan... Próbáld meg. Én engem az érdekelne elsősorban, hogy ott olyan előnyöket említ, amik nem csak anyagiak, mert engem az a része nem érdekel, de ami az életvitelt megkönnyíti, vagy nehogy Isten, sokkal magasabb nyomorúvá teszi. A vadásztársaságra gondolok konkrétan. Uh-huh. Hogy ezek az előnyök hiányoznak-e a mai életéből, vagy megmaradtak-e, nehogy Isten? Mondtam, hogy nem volt rendszerváltás, csak most a mostaniak vadásznak. De ön akkor nem vadász? Dehogy nem. Igen? Hát persze. Én nem a rendszer miatt vadásztam, én azért vadásztam, mert szeretem a vadászatot. Mégis mindenki azt mondja, hogy én a rendszer miatt vadászott. Hát mindenki elmondhatja a véleményét, ez a demokrácia. Nem is tudja, hogy miről beszél. Egy nagy példa, akkor már menjünk vele. Jó. Hogy ki van kötve az avad, és csak úgy le kell lőni. Először azt meg kell fogni.
Hát menjünk az erdőbe, és fogjál meg egy szarvast. Egy kilométerről már úgy elmegy, mint az őrült. Uh-huh. Akik ezt mondják, azok ilyen gajdolosak, tudod? Mindig a kis presszójukban ülnek, levegőn életükben nem voltak még, és ez most egy ilyen, hogy a vadászat. De azért bőrcipőbe jár, azért gyapjú a ruhája, és azért megeszi a húst is. De az, hogy most újra tagja lehet, vagy ezek szerint meg sem szerint a tagság? Nem szerint volna meg. Ez jogi alapon szerveződött dolog volt, ami nem rendszerre kötődött, hanem szerződés van, mint ahogy minden vadásztársaságnak szerződése van, az illető erdőgazdasággal, TSZ-sel, stb. Bérlik a területet, 10 évre, 20 évre fizetik a bérleti díjat, fizetik a vadkárt, fizetik a töltényt, fizetik a... és ez a szórakozásuk. Az, hogy ott a könyv említi ezt a fajta kapcsolatot az akkori felső vezetéssel, arra a logikára indította a könyv íróját, és hát ezek alapján azokat is, akik ezt elolvasták, mert elfogadták, ami a könyvben le van írva, hogy tulajdonképpen ez az egész politikai kabaré, amit itt 20 éven keresztül ön képviselt, és ha úgy tetszik, koronázatlan királya volt, ez tulajdonképpen felsőbbség alatra. Vagyok. Bocsáss meg. Akkor helyesbítek. Még minden. Én már helyesbítettem. Akkor ez egy újabb kérdést vett föl, de az előzőre még visszatérek, hogy az utánpótlásról mi a véleménye, nézi egyáltalán a... Nincs. Nincs utánpótlás. Pina fasz, együtt basz, ez a szintjük. Innentől fölül, fölfele nincs poén. Uh-huh. Na most azért, mert nem szabad. Nekem engedték, és a többinek nem engedték volna. Föl sem merült, hogy errefele menjenek. Hát mert ebben azért meló van. Hát azért azt ki kell találni, azért az összefüggéseket, azért csak simán viccet mesélni, az megy most is. De ezek szerint önnek engedték. Nem fölkérték, engedték? Mert a kettő... Annyit engedtek volna mindenkinek. Úgy érzi? Nem érzem, tudom. Uh-huh. Mégis ez az általános vélemény, hogy tulajdonképpen 2-3 éve nem nagyon lehet önről hallani, elterjedtek bizonyos pletykák, a többek közt az a betegsége. Utoljára mikor volt a színházban? Hát én megmondom őszintén, hogy a Madás környékén nem jártam az utóbbi akkor időben. Akkor rossz a kérdés. 870. előadásnál tartok. Folyamatosan? Igen. Hát gondolom volt egy szünet, amikor beteg volt. És... Hát az most 8 hónapja, de most már megint megy. Az mi oka azt a betegséget, ha nem indiszkrét a kérdés? Hát szívinfarktus. De közre játszottak ezek a bizonyos... Hát ezt nem lehet megállapítani. Összeesel és kész. Uh-huh. Miért estél össze? Uh-huh. Csengely Dénes miért halt meg? Uh-huh. Meghalt, kész. Érezni lehetett egyébként? Vagy ön érezte, hogy a 88 táján, vagy 87 hogy táján? Hogy majd jön az infarktus? Nem. Hanem, hogy itt lesz egy komolyabb... maradjunk, nem volt rendszerváltás, én ragaszkodom hozzá. Volt. Kérlek szépen, neked még bemesélik, nekem már nem. Kérlek szépen, a következő a helyzet, hogy nekem nincs mit magyarázkodnom. Az első lemeztől kezdve a mostanig, elő kell venni, abban benne van a történelem onnantól idáig, úgy, ahogy az volt, nem hizelegve, nagyon keményen. Az volt, azt mondtam, azt vállalom most is, és én most se változtam meg. Molnár Gál Péter ezt írta, hogy íme. A gerinc az gerinc. És íme szeptemberig már nincsen jegy. Ez azt jelenti, hogy a népszerűséget változatlan továbbra is. Hát persze. Mégis én nagyon sokfelé azt hallottam emberekről, akik ezt a könyvet elolvasták, mert azért elég romboló hatása volt ezen népszerűségére nézve, hogy azért ez megcsappant. Ezek szerint ezt nem is érezte, hogy megcsappant. Hát ne bolondozzál már. Hát napi 60-70 pótszék van. Hát általában a színházakban annyi az összes néző. Baráti köre az kicserélődött? Részben. És ez annak tudható be esetben? Nem. Nem? Most már nem tudnak tőlem pénzt kapni. Aha. Tudod, hó végén összeadják a bevételt, és akkor jaj, de szeretlek. Na most, amíg én kórházban voltam, addig nem kapott senki semmit, illetve a zenekar az kapta a havi fizetést. Uh-huh. És akkor így elmaradtak néhányan. Igen, szerencsére. Ennek a műfajnak tulajdonképpen nincsenek életkorhoz kötött, úgymond korlátai, tehát ezt gyakorlatilag bármeddig lehet csinálni. És amíg jó, addig lehet. Igen, hogy tervezi, hogy meddig?
Meddig bírja még, ha így? Hát most kezdem újra. Uh-huh. Nagyon bírom. Ha valamilyen oknál fogva tételezzük fel, holnaptól nem állhatna színpadra. Megbolondulnék. Akkor mihez kezdene? Akkor mihez kezdenék? Porcelánfestő a szakmám. És visszatérne az eredeti szakmáján? Hát persze. Ugyanis ide nem vettek föl, mint mondtam. Uh-huh. Elmentem porcelánfestőnek. És azt tanultam ki. És most onnan azt mondta a művezető, mikor elmentem a színházhoz, hogy Géza, ha nem sikerül, ide bármikor visszajöhetsz. Hát ennek már lassan 30, több mint 30. Na, de ha akarod tudni, akkor ezt még elmesélem, hogy nem a befejezésről van most szó, hanem arról van szó, hogy csinálok egy vállalatot, én adom ki a lemezeimet, én adom ki a videómat, én adom ki a könyveimet, és én veszem meg a színházat, és én fizetek mindenkinek, még az államnak is, úgy, mint eddig. Uh-huh. Szóval csak én leszek az igazgató. Most már így készül a jövőre. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon.